legend of the lost gold of Juarez has been passed from one generation to the next since the time of Hernando Cortes. It was said to be the ransom for Montezuma, held hostage by the Spanish in the great Aztec capital of Tenochtitlan. The treasure disappeared soon after the sacking of the city. Some believe it's buried near the border town of Juarez. The legend relates that the Aztec sun god put a curse on that treasure. All who seek it will find only madness and their own perdition. This avaricious madness has come to be known as the Call of Juarez. Sziasztok, kedves nézők! Elég húzós egy év áll mögöttem, így nem csoda, hogy annyira el voltam tűnve, hogy az életnek még csak jelét sem adtam magamról. Azonban már letudtam az egyetem nagy részét, így már csak egy évnyi tanítás vár rám, illetve egy államvizsga, utána pedig végre vége ennek a hosszú időszaknak. Mivel is lehetne alkalmasabbá tenni a visszatérést, mint hogy egy olyan játékot mutassak be, aminek a nevét ugyan sokan ismerik, de a mögötte álló tartalommal rengetegen nincsenek tisztában. A mai nap gyerekkorom egyik kedves szegletét hoztam el nektek, ami nem más, mint a Call of Juarez széria első része, ami a legkevésbé ismert a sorozatból. Nemrégiben kérdeztem egy barátomtól, hogy ismeri-e a Call of Juarez-t. Erről visszakérdezett, hogy azt a középkategóriás vagy nyugatos játékot? Ekkor egy kisebb vita kerekedett, ugyanis kiderült, hogy a szériából csak a Gunslinger-t próbálta, illetve hallott még a The Cartel és a Bound in Blood létezéséről. Mikor említettem neki, hogy van egy alcím nélküli játék, és kiderült, hogy soha nem hallott róla és nem is látta. Kíváncsiságból rákerestem, és kiderült, hogy ez az első rész Amerikában pusztán 137 000 példányban kelt el, ami szerintem nevetséges. Szóval összességében hiába ismert a cím, de mivel a játék nem ismert, így az emberek egy középkategóriás játéksorozatnak könyvelték el, amiben a Bound in Bloodot tartják a legjobbnak. Eredetileg a játékot a Techland készítette, és az Ubisoft adta ki 2006-ban. Eredetileg egy arcade jellegű vagy nyugati shootert szerettek volna készíteni The Lawman néven, de végül ezt elvetették, majd helyette egy deep shootert készítettek egy erős történetorientációval. A játék a Techland Chrome Engine-jét használja, ami egy igencsak szép engine-nek számított már akkoriban is. Mielőtt belekezdenék a játék elemzésébe, felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a Steam-es verzió kerül bemutatásra, amiben sajnos több pályából fontos elemeket vágtak ki, ami nagyon hiányzott nekem a végigjátszás alatt, illetve rengeteg pályán könnyítettek. Például a kokáért, a negyedik pálya, ami nagyon lopakodás orientált, kb. 20-25 perc alatt volt teljesíthető, azonban ezt megvágták, és így 10, maximum 15 perc alatt a végére lehet érni. Vagy akár a legelső pályát is említhetném, amit kerek fél óráról 10 percre rövidítettek le. Ugyan nem szeretek senkit erre bíztatni, de ha ki akarjátok próbálni a játékot, jobban jártok, ha ellátogattok a torrentékába és megpróbáljátok megkeresni az 1.0-as verziót, hogy teljesen az eredeti élményt tapasztalhassátok meg. Esetleg, ha meg tudjátok szerezni még eredeti CD-n a játékot, ott még a régi verziót fogjátok kapni a dobozban. Sajnos Steamen már csak az 1.1-es verzió van fent, ami ugyan már DirectX 10 támogatást is tartalmaz, viszont sajnos rengeteget nyírbáltak egyes pályákon, és több pálya is sokkal könnyebb lett, mint amilyen eredetileg volt, és ez alatt arra kell gondolni. Például, hogy még a negyedik pályán, ha észrevettek, game over volt, addig most nem csak megy tovább a játék, de még rendes fegyvert is kapunk, konkrétan egy íjat meg egy nyilat, ami egyébként plot holt is csinál az egész játékba, hogy megvédhessük magunkat. Tehát szerintem ez kicsit rombolja a történetnek már csak a tanulságát is, de erről még később úgy is fogok beszélni. A játék arról szól, hogy miután az azték főváros Tenochtitlant elfoglalták a spanyolok, nagy mennyiségű arany tűnt el a városból. A pletykák szerint a konkvisztádor Juarez városának közelében temette el az aranyat a mexikói határnál. Egy medált készítettek, melynek segítségével az arany nyomára lehet akadni, azonban az azték napisten átkasultja az aranyat, így mindenki, aki a keresésére indul, elő vagy utóbb megőrül. Ezt az őrületet hívják Juarez hívásának, azaz Call of Juarez, ami a játék címe.
A történet majd e körül az elveszett arany körül alakul, és valamikor 1885 tájéken vesszük fel a fonalat, ahol megismerjük első karakterünket, Billy Campbell. Neki nem igazán van színes előtörténete, a lényeget az első pályán megtudjuk róla, hogy nem 100%-ban fehér, így a farmon, ahol dolgozott, nem látták őt szívesen, illetve az ottani farmer lányának is csapta a szelet, ami rátett még egy lapáttal. Így üres kézzel lezavarták és elindult haza. A narratív egyébként két karakter szemszögéből kerül elmesélésre, de majd erről bőven beszélek a játék történeténél. Azonban most megragadnám az alkalmat, hogy beszéljek egy kicsit a játék grafikájáról. 2005-höz képest teljesen korrektül néz ki. Tény, hogy voltak tőle szebb játékok ekkoriban, de mai szemmel is megállja a helyét, és külön fontos megemlíteni, hogy a játékban van testünk, árnyékunk, és külön megemlíteném, hogy a víz és az árnyékok is egész szépek. A fizikáról nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek, ugyanis szerintem, ami nagyon erősítette ezt a játékot, az a nagyon jó fizikai megvalósítása. Rengeteg tárgyat felvehetünk, eldobhatunk, a nagyobb tárgyaknak érződik a súlya, és mikor meglőnek egy kisebb dobozt, valamennyire el is mozdul, nem beszélve arról, hogy a golyóknak is saját fizikai tulajdonságai vannak, és a ronybaba fizika ellenére immerzíven érződik, ha meglövünk valakit, és az is, hogy tettük azt egy sima Colttal, shotgunnal, vagy éppen Gatlinggel. Itt érnék rá a fegyverekre. 8 féle pisztoly van a játékban, ebből én 7-tel találkoztam, ugyanis könnyen elképzelhető, hogy a Steam-es verzióba egyet kivágtak, de emlékszem még, hogy volt egy 8., ami annak ellenére, hogy milyen bénán nézett ki, nagyon erős volt. Név szerint is bemutatnám őket, a legelső pisztoly, amit a kezünkben tarthatunk, az egy single action Colt, ami relatíve gyorsan tölthető újra egyesével, azonban nem túl erős. A második elérhető fegyver a játékban a Double Action Colt, ami szintúgy gyenge, viszont ennek még az újratöltése is lassabb. Még ugyanazon a pályán elérhetővé válik a jó öreg Smith & Wesson Scofield. Ez a fegyver nagyon gyors újratöltéssel rendelkezik, mivel egyszerre tölthető be a 6 lőszer, illetve a tűzgyorsasága is sokkal jobb. Nem sokkal erősebb, mint az eddig említettek. Az American Derringer is benne van a játékban, de én soha nem használtam. Gyenge, egyszerre 2 lőszer fél bele, és amúgy is ilyet valójában a prostik tartottak maguknál, mert olyan kis apró, hogy könnyen el lehet rejteni. A Lemat Revolver egy pálya erejéig lesz a barátunk, azonban az egyik legerősebb pisztoly a játékban. A Colt Walker a másik legerősebb fegyver a játékban, azonban irdatlan mód lassan lehet újra tölteni. Ez azonban olyan, mint egy kézi ágyú. Amit én csak hadsövő pisztolynak fogok nevezni, nem sikerült megtalálnom ismét a játékban, azonban vicces kis fegyver. Végül a játék legerősebb pisztolya a Volcanic Repeater. 8 lőszer fér bele, és egy lövéstől bárkit leterít. Emlékszem, hogy az 1.0-as verzióban több pályán is megtalálható volt, azonban a Steam-es változatban már sajnos csak az utolsó pályán van lehetőségünk megtalálni. A puskák a szokásos Winchester, amiből van távcsöves verzió is, de csak 2 pályán érhető el, a távcsöves. Emellett a Remington, aminek van lefűrészelt csövű variánsa is. Ugyan a rövid változatot egyszerre tarthatjuk kezünkben egy pisztollyal, de maximum 2 lőszer van a tárban, és a szórása a fegyvernek is igencsak kevésé használatos eszköznek alakult nálam, úgyhogy inkább nem használtam. Emellett használhatjuk még előre meghatározott helyeken a Gatling Gun-t, amiről szerintem nem kell külön beszéljek. Speciális fegyverként megjelenik még a dinamit, amit én szinte soha nem használtam, mivel... Olyan, mint a karácsonyfa díszdobálnék feléjük. Illetve a Biblia, ami azon kívül, hogy kitölti a helyet, nem jó semmire. Billy Kendall pedig még az íjat tudja majd használni, ami igazából a legópébb fegyver a játékban. Az íj felhúzáskor belassul az idő, és ha csak nem lábra vagy vára lövünk vele, egy lövésből megöl mindenkit. Illetve még a saját öklünket is használhatjuk fegyverként, és vannak olyan részei a játéknak, ahol kötelezően verekednünk kell. Billy kap egy ostort a játék elején, amivel bármelyik fára fel tudja húzni magát, vagy szakadékok felett tud vele átlendülni. A mászást elég gyakran fogja segíteni a játék során, de a fegyvernek kb. 2-szer kell használni az ostort, és hát akkor is kiderül, hogy hát harcra ez nem igazán alkalmas. A játékban az úgynevezett pisztolypárbajok is megtalálhatóak, amikor valamilyen hangszóra kell fegyvert rántani, majd lelőni a másikat.
közben kitérni a lövedékek elől. Sokszor nem könnyű feladat, de egész jó móka, főleg mikor két ember ellen kell egyszer ezt csinálni. A fegyverekről még röviden annyit, hogy a lőfegyverekből megtalálta egy rozsdás és egy nem rozsdás variáns, ami annyit tesz, hogy a rozsdás variánst hamarabb kell lecserélni, mint a nem rozsdásat, ugyanis néhány tár után tönkre megy a fegyver, így kénytelenek leszünk újat felvenni. Ugyan nem számoltam, de becslésszerűen a rozsdás fegyvereknél ez 5-6 teljes tár, a nem rozsdás fegyvereknél kb. Ennek a duplája. Továbbá a pisztolyoknak van egy speciális használati módja, ha megnyomjuk az Y-t, akkor úgymond gyors tüzelő módba váltunk, és ezzel majdnem olyan gyorsan tudunk lőni, mint egy lassabb gépfegyverrel. A két karakter közötti különbségről néhány szóban, hogy Billy az imént említett képességet nem tudja használni, csak Ray. Ellenben Billy fel tud mászni különféle helyekre, még Ray nem tudja felhúzni magát, a legfontosabb pedig, hogy Ray páncéllal rendelkezik, így sokkal szívósabb a harcokban, mint Billy. Nem beszélve arról, hogy ugye Raynek ott a bibliája, Billynek pedig helyette az ostor található meg. Végül pedig a zenéről és a játék hangjáról szeretnék kicsit beszélni. Minden fegyvernek egyedi hangja van a játékban, és ugyan nem mindegyik valósághű, de legalább nem torzak a hangok és a hang alapján, azt is meg lehet ítélni, hogy mivel lő ránk az ellen. Emellett a szinkron is szerintem nagyon jól passzol a karakterekhez. Ami viszont szerintem nagyon hangulatos, az a zene. Hallgassatok bele! I can't believe he's making me use this damn bow. Son of a bitch. Mindig egy olyan ambiance megy a háttérbe, ami pont az adott területhez vagy szituációhoz passzol, viszont az igencsak kellemetlen volt számomra, hogy újkorodjon az a zene hangosabb vagy halkabb, és ugyanez nem kizökkentő tényező, és valószínűleg a legtöbb embernek nem lesz feltűnő, de engem zavart. Mielőtt még rátérek a történetre, egy gyors bugfixre szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik a Steam-es verzió mellett döntenek, ugyanis nem tudják beszerezni a játékot CD-n, illetve a torrentékában sem találják. Az 5. epizód első részében, amikor elkezdenek leomlani a kövek a mennyezetről a bányában, a játék szeret crashelni. A régi verzióban nincs benne ez a bug, a lényeg, hogy előtte mentsük, és DirectX 10 verzióban indítsuk a játékot. Ha ez megtörtént, akkor vegyünk le mindent minimumra, a felbontást pedig hagyjuk maximumon. Töltsük be a checkpoint előtti mentést, vagy indítsuk előről a pályát, és a kritikus pontnál tartsátok kezetekben a puskát. Így nem fog crashelni a játék. Innentől kezdve a videó spoiler tartalmaz, ezért ha a végső értékelés előtt végig szeretnéd játszani a játékot, akkor itt állítsd meg a videót, azonban vannak olyan elemei a játéknak, amit csak a történetből ismerhetsz meg, így mindenképp érdemes befejezni a videót. A történet, mint már említettem, Billy Kendall-lel kezdődik, aki éppen hazatérőben van a farmról, ahol dolgozott. Elmondja a történetet a medáljáról, ami a nyakába van, azonban ekkor ez még semmit nem mond az új játékosnak, viszont tudjuk azt, hogy Billy korábban kereste Juarez aranyát, viszont nem találta meg. Azonban ez az a medál, ami konkrétan az aranyhoz vezet.
Jones kunyhóján keresztül vezet az út, ami a játéknak egy tutoriál része. Rövidesen megérkezünk Remény városába, ahol a sheriff elveszi a pisztolyunkat, viszont meg mindenképp szeretnénk egy másikat, mert hát mi ez már. A városban menet látunk pár szürke kabátos fickót körben állni, akiről Billy meg is jelzi, hogy veszélyesnek tűnnek, később ők még fontosak lesznek a történetben. Suzy, a helyi prosti, az egyik fiúkban tart egy pisztolyt, azonban pénz nélkül csak illegálisan tudunk hozzá bejutni, mert a kocsma tulaja nem engedi. Végül rajta kap minket Suzyval, így menekülni kell. Itt az 1.0-as verzióban végig kellett lopakodni a városon, és így kb. 10 perccel hosszabb volt a pálya, azonban a Steam-es verzióban ezt oly módon vágták ki, hogy a játékos útját elterelték, és így rögtön menekülni kellett tovább, miközben lövöldöztek minket ki a pusztaságba. Miután Crazy Franknél találunk lőszert az üres pisztolyhoz, el kell menekülni előle, mert le akar lőni a lopás miatt, végül pedig megérkezünk a farmunk közelébe, ahol dulakodást hallunk, és ezzel lényegében vége az első epizódnak. A második epizódban megismerjük Ray tiszteletest, aki jóval fontosabb karakter, hiszen a Bound in Blood egyik főszereplője is egyúttal, nem csak az eredeti első Call of Juarez-é. Egy templomban prédikálunk, mikor hirtelen megjelenik egy hölgy, és tájékoztat minket, hogy az öccse farmjáról lövéseket hallott. Azt korábban nem említettem, hogy Ray öccse Thomas, Billynek a mostoha apja. És hát végül rohanva elindulunk a farmra, ahol meglátjuk Thomasnak és Marissának a holttestét, felettük az ajtóra írva, hogy Call of Juarez, illetve ekkor érkezik meg Billy a farmra. Azt hiszik, hogy ő a gyilkos, és ezt elkezdjük üldözni, de végül elmenekül. Megindulunk vissza a farmra, de három városlakó éppen rabolja ki a hullákat, őket ökölpárbajban Móresre tanítjuk, majd lényegében ennyi ez az epizód. A harmadik epizódban szintúgy Ray-jel elővesszük a régi pisztolyainkat, hogy Billy nyomába eredjünk. Itt Ray elejti néhány félmondatban, hogy a múltja nem mindig volt ilyen békés, és sok életet kioltottak már azok a fegyverek. Mivel a Bound in Blood nem sequel, hanem prequel, tehát előzmény történet, amit folytatásként adtak ki, szerintem erősen rontja a drámáját a történetnek, hogy az első részben picit leveg a lebegőben minden, amit Ray-ről megtudunk. Ugyan önmagában szomorú dolgok derülnek ki a 14. epizód elején, de akkor fogunk csak tudni igazán együtt érezni, ha Bound in Bloodot már végigjátszottuk, ezért aki teheti, javaslom, hogy előbb, inkább azzal játszon, és utána térjen vissza erre a történetre, hogyha kronológiai sorrendben szeretné játszani a dolgokat, és szeretné érteni, hogy mi is történik a játék folyamán. Visszatérve a történetre, a templom előtt áll egy tömeg és a sheriff, akit rövidesen megölnek, ezek után a félvárost kiírtva felgyújtjuk a kocsmát, és leszámolunk a tulajjal. Ők sajnos az útjában álltak annak, hogy Billy nyomába eredjünk, de lényegében ennyi ez az egész epizód, nem sok minden történik. A negyedik epizódban ismét Billyt irányítjuk, akivel egy bányás terület közelében lopakodva kell a vonatot elérnünk, hogy San Joséba jussunk, vissza arra a farmra, ahonnan elküldtek minket a bőrszínünk miatt. Nagy szívfájdalmamra ezt a pályát erősen megvágták, és így fél óra feszült lopakodás helyett kb. 10 perc alatt megcsinálható a pálya. A régi verzióban ez a pálya mutatott be egy új ellenfelet a csörgő kígyó személyében, de a Steam-es verzióban sajnos innen kimaradt az a rész. Kiderül, hogy banditák akarják kirabolni a vonatot, és a vihar közepette kell ellopakodnunk a sinekhez, ahol fel kell tartanunk őket a vonat érkezéséig, azonban mikor jön a vonat, Ray megjelenik, és mi pedig a vonat tetejére ugrunk, és ennyi történik lényegében ebben az epizódban. Egyébként ebben az epizódban már megkapjuk az íjat és a nyilat, ami valamilyen szintű plot holt eredményez majd a későbbiekben, nem beszélve arról, hogy a régi verzióban itt, ha észrevettek, akkor automatikusan game over volt, viszont itt, ha észrevesznek, csak elkezdenek rád lőni, és neked még mindig lehetőséged van lelőni az ellenséget. Az ötödik epizódban a területen található bányákban kell Ray-jel kiirtanunk mindenkit, igazi Terminátor küldetés, nem történik történetileg sok minden. A végén az egyik banditával pisztolypályba kiderül, hogy a hídon állítják meg a vonatot majd, hogy kirabolhassák.
A hatodik epizódban egy uniós katonát látunk haldokolni, aki a segítségünket kéri. Az alagútból kiérve kezdődik a mészárlása a banditáknak, akik a vonatot megtámadták. A vonaton találkozunk majd több uniós katonával, akik segítséget kérnek, hogy lőjük le a banditákat, akik tűz alatt tartják a vonatot. Visszatérve a katonákhoz, mindenki eltűnt, és a következő kocsiban az egyik bandita foglyul ejtett egy civilt, és őt kellene megmenteni, viszont zárva az ajtó. Az egyik haldokló katona mellett van egy távcsöves Winchester, amivel az ajtó torlaszát lelőhetjük, így szabaddá válik az út, hogy megmentsük a hölgyet. Ezek után eljutunk a masinisztához, aki elmondja nekünk, hogy láttak egy embert a tetőn, és a 2 kilométerre található farm felé menekült, végül pedig egy pisztolypárbajjal fejezzük be a pályát. A 7. epizód esetén is levágták az elejét, de igazából semmi jelentőset nem vágtak ki ezúttal, csak néhány farkassal kevesebbet kell lelőnünk. Ismét Billit irányítjuk, akivel megérkezünk egy megerősített farmra. Nem lát minket szívesen az öreg úr, azonban nem tudunk tovább menni ló nélkül, mert nem tudunk elég nagyot ugrani ahhoz, hogy egy közelben lévő szakadékon átjussunk. A pajtájából opakodva találhatunk egy lovat, azonban erre nyerget kell találnunk. A házat alaposan átkutatva az egyik szobában találhatunk egy nyerget, ez random van elhelyezve, ezért minden szobába be kell sajnos néznünk, és ezzel kell majd visszalopakodnunk a lóhoz. Mielőtt azonban ezt megtesszük, érdemes ellátogatni a második emeletre, hogy felvegyük a fent található pisztolyt, ami a korábban említett Lemat revolver. Miután felnyergeltük a lovat és átugrattunk a szakadékon, rövidesen a pacsokba futunk, akik esetében a régi verzióban vagy lopakodnunk kellett, vagy nagyon oda kellett figyelni, hogyan osztjuk be a lőszert. Ugyan van náluk is, de igencsak kevés. A Steam-es verzióban sajnos 40 nyilvesszővel és egy íjjal kezdjük a pályát, így pedig teljesen megölték azt a túlélő, spórolós hangulatot, amit ezek a részek tudtak nyújtani. Szóval végig terminátorozva magunkat az indián területen, megérkezünk végül a farmra, de teljesen kinyírták ennek a pályának a hangulatát, és nem értem, hogy ez mire volt jó. Ott be kell lopakodnunk végül a farmon Mollyhoz, és mikor megérkezünk és ki akarjuk nyitni a szoba ajtaját, megérkezik Chet 2 emberrel, és ökölharcot kell vívnunk vele. Chet Mollynak a szeretője lényegében, és ő sem igazán szívlel minket, viszont Molly sem szívleli őt egyébként, és miután legyőzzük, Mollynak elmondjuk, hogy ártatlanok vagyunk, de üldöznek, és Molly pedig csak arra biztat, hogy ne fussunk, hanem nézzünk szembe az üldözőnkkel, és mondjuk el, hogy ártatlanok vagyunk. Végül elkapnak, és mikor az udvaron beszélünk Molly apjával, megérkezik Ray és az első pályán látott szürke kabátos férfiak, akik elkezdenek lőni a farmon a többiekre, és itt van vége a 7. epizódnak. A 8. epizódban Rayt irányítva átlövöldözzük magunkat az apacsokon, ugyanazon a területen, és belefutunk az imént említett szürke kabátos férfiakba, akik csak McClyde testvérek néven ismertek. Rangereknek adják ki magukat, és azt mondják, hogy a farmon lótolvajok vannak. Gyorsan megtámadjuk a farmot, majd a többiekkel mit sem törődve megindul a hajsza Billy után. A pályát itt is kicsit megvágták, ugyanis sokkal rövidebb az üldözés útvonala. Végül lelőjük Billit, majd belesik a folyóba. A farmról egy sikolyt hallunk, majd visszamegyünk, hogy kiderítsük, mi volt ez. Kiderül, hogy nem rangerek a McClyde testvérek, és kettejükkel kell pisztolyt párbajt vívni egyszerre, ami igencsak kihívó feladat. Ezek után kiderül, hogy Mollyt elrabolták, és hogy valójában nem lótolvajok voltak a farmon. Gyorsan utánuk eredünk, de pont elkésünk, és ezzel vége is a 8. epizódnak. A 9. epizódban ismét Billit irányítjuk, surprise, surprise, aki túlélte a lövést, viszont elvesztette a medáját. Egy csendes víz nevezetű indián mentette meg az életünket, és megpróbál minket megtanítani arra, hogy nézzünk szembe a problémákkal. Először 3 nyulat kell lőnünk íjjal neki, viszont egy igencsak idióta plot hole keletkezik itt a Steam-es verzióban a vágások miatt. Billy megjegyzi, hogy minek használja ezt a gagyi íjat a pisztolyok helyett, de közben már korábban kellett használni, és igencsak jól szolgált. Az 1.0-as verzióban egyébként ezen a pályán használnánk először az íjat, de ha már módosítottak, akkor erre is odafigyelhettek volna, hogy esetleg ezt a kis rövid short kivágják. A 3 nyúl után kigyullad a sátor melletti bokor, amit a folyóhoz lerohangálva kell eloltani. Végül az indián megkér minket arra, hogy hozzunk egy tollat a Sashegyről,
viszont csak a bátorságunkat vihetjük magunkkal, és a szent madarat sem bánthatjuk. Az ostort visszakapjuk a mászáshoz, és ez egy igencsak hosszú mászás, ami most következik. Amiből egyébként a Steam-es verzióban kb. 5 percnyit kivágtak, és valahol ezért nagyon hálás voltam, mert talán ez volt az első értelmes vágás, hiszen a mászás önmagában irdatlan monoton és hosszú. Viszont így nem tudtam ugyanazt az élményt átélni, amit régen, talán azért, mert nem szenvedtem annyira. Végül visszatérvén az indiánhoz látjuk, hogy az egyik McClyde fivér, illetve egy bandita kinyírta csendes vizet, és hirtelen hátulról leüt minket egy harmadik. Ezzel vége a 9. epizódnak. A 10. epizódban ismét Rét irányítjuk, akivel egy hosszú lovaglás keretein belül kell üldözni egy postakocsit. Ezt a pályát is sajnos megvágták, ugyanis rövidebb talán egy picit az üldözés, de kb. Ennyi a pálya. Szerintem végtelenül hangulatos, és hát a végén kiderül, hogy Juarezhez viszik Mollit. Ekkor kiderül, hogy Ray tudja, kiről van szó. Juarez valójában Juan Mendoza, akiről majd egy másik videómban fogok kicsit bővebben mesélni. A 11. epizódban és a 12. epizódban van, hogy megkeressük Juarez kincsét Billyvel. Az elején kiderül, hogy Juarez az apánk, és Marissa megszökött Thomasszal úgy, hogy már terhes volt Billyvel. Ezt a Bound in Bloodban is láthatjuk, ha valaki szeretné végigjátszani. Viszont kiderül, hogy Juarez ölette meg Marissát és Thomast, mert végig a medált kereste. Azt a medált, amit mi is elhagytunk. Juarezzel egyébként, ha figyelembe veszük a Bound in Blood eseményeit, sajnos van egy-két plot hole, de erről majd a Bound in Bloodos bemutatómban szeretnék kitérni. Végül elküld minket, hogy hozzuk el neki a medált, mert ha nem, akkor Mollit odaadja az embereinek, hogy csináljanak vele, amit akarnak. A közeli temetőben van egy szegény fiú, akinek Juarez emberei megölték az apját, 100 pezót ajánl, ha eltemetjük. A temető elhelyezkedésén meg kinézetén itt is változtattak a Steam-es verzióban egyébként egy picit, de ez nem olyan nagy tragédia, mint a többi. Kiderül, hogy a gyereknek nincs 100 pezója, de ad egy kulcsot a közeli templomhoz, hogy onnan elvigyünk bármit, ami értékkel bír számunkra. Végül kiderül, hogy megtaláltuk a kincshez való lejáratot. Ahogy bekerülünk a barlangba, utalást kapunk arra, hogy követtek minket, de ekkor még nem egyértelmű Billynek. Nagy nehezen átverekedve magunkat a pókokon és a fejtörőkön, bejutunk Juarez kincséhez. Itt is az odavezető útat kicsit megvágták, aminek nagyon örülök, mert sokkal kevesebb pókkal kell így megküzdeni. Sajnos itt kiderül, hogy az ostor fegyverként borzalmas. Amikor beérünk, akkor megérkezik Juan, ellök minket és megörül, hogy végre megtalálta a kincset, és hát ki akar minket nyírni, és majdnem sikerül elmenekülnünk, amikor hirtelen zsákutcába érünk. Azonban beomlik a plafon, és Ray áll felettünk. A 13. epizódban Ray-t irányítjuk, aki kiemeli Billyt a lyukból, majd elmondja neki, mekkorát tévedett, és tanácsolja neki, hogy fusson el. Kiderítette, hogy Juarez gyilkolta meg az öccsét, és most eljött bosszút állni. Billy elfut, Ray-el pedig leküzdjük magunkat az aranyig, ahol Juarezzel is egy aféle gunfight-ban küzdünk meg. Ez úgy néz ki, hogy mikor rácélzünk, van egy életcsíkja. Mikor már nincs sok élete, akkor azt mondja, hogy a lány még mindig nála van, és vigyük el az aranyat délig, máskülönben megöli. Itt a plot hole csak annyi, hogy Ray-nek és Juareznek múltjuk van, mégsem ismerik meg egymást. Nem beszélve arról, hogy míg Ray megöregedett, addig Juarez pedig nem. Lehet csak én vagyok figyelmetlen, de nem igazán találtam erre magyarázatot. A 14. epizód töltőképernyőjén kerül sor a játék nagy drámájára, ugyanis Ray ekkor meséli el, hogy már járt az aranynál, és hárman voltak testvérek. Ray vetett szemet Marissára, de végül a lány Thomashoz ment. Az aranynál azt hitte, hogy öccse elárulta őt, így fegyvert rántottak egymásra, de William a harmadik testvér közéjük állt, mondván, hogy álljanak le. Ekkor William a táskájához nyúlt, és Ray lelőtte, mivel azt hitte, hogy egy fegyverért nyúl, viszont valójában egy biblia volt. Így történt, hogy Ray prédikátor lett, Thomas és Marissa összeházasodott, és örökké hátrahagyták azt a helyet. Ezt a Bound in Bloodban át is élhetjük, így akkor fogok a plot hole-okról és a múltbéli eseményekről részletesebben beszélni.
Az epizód kezdetével betolunk egy letakart kocsit az erődbe, mintha az arany lenne, azonban egy Gatling van rajta. Leküzdjük magunkat a pincéig, ahol fogva tartják Mollyt, és itt megküzdünk az utolsó McClyde fivérrel is. Ezek után bezárnak minket, és dinamitokat kezdenek felülről haigálni ránk, de Ray képességének köszönhetően szétlőhetjük őket még a levegőben. Végül felgyújtják az alattunk lévő szénát, és ezzel az epizódnak vége. A 15. és egyben utolsó epizódban ismét Billyt irányítjuk, aki elhatározza, hogy nem fut többé. Ray és Molly megmentésére indul, és sikerül is eloltani a lángokat, majd Juarez-zel pisztolypárbajra kerül sor, aki előtte felajánlja, hogy csatlakozzunk hozzá. Ezt mi elutasítjuk, így hát elővesz két darab Volcanic Gunt, ami azóta van meg, mióta Billy született. Ezzel fognak megküzdeni. Erre a nagyon rövid kis részre használhatjuk ezt a fegyvert, ami a játék legjobb pisztolya. Végül leírunk a cellába, és kiszabadítjuk Rayt és Mollyt. Ray elindul kifele, de hátat fordít valami miatt az ajtónak, és ekkor megjelenik Juarez, és lelövi Rayt. Kiderül, hogy golyóálló mellényt visel, és hát le akar minket is lőni, de kifogy, ezért ökölpárbajban kell őt megölni. Végül azt hinnénk, hogy Ray meghalt, de még eszméleténél van. Amíg Billy és Molly ölelkezik, addig látja, hogy Juarez még valahogy mindig életben van, a szívós kis mocsok, és egy késsel akarja Billyt leszúrni. Pisztolypárbaj szerűen utoljára még fegyvert kell rántanunk, és ezt megakadályoznunk. Végül a játék elérkezik a konklúzióhoz, ami szimplán annyi, hogy Billy most már egy tökös csávó, és hát ez egy elég gyenge konklúzió. Szerintem pedig más konklúziója van a történetnek, de ezzel nem traktállak titeket. Mindenkinek ajánlom, hogy játssza végig, és vonja le a saját konklúzióját. No. Back at the ranch, Molly asked me why I was running if I was innocent. Truth is, I've been running all my life. Running from everybody and everything. Calm Water said I couldn't run forever, and he was right. Truth is, I'm tired of being afraid. I'm done fed up with it. Fed up with how I've been treated all my life, like a nothing, like a nobody. And you know what? I got no one to blame for that but myself. Because I believed them. Thought they were right about me. But they weren't right. I'm not nobody. I'm Billy Candle, and I'm done running. If you don't like that, you can go to hell. Most már láthatjátok, hogy a Call of Juarez-be igenis volt potenciál, volt lehetőség, és ha nem ezt a megcsonkított verziót játsszátok, hanem meg tudjátok szerezni az 1.0-as verziót, sokkal teljesebb élményt kaphattok a játékból. Számomra a széria a Bound in Blood-dal ért véget. A The Cartelnek és a Gunslingernek nemhogy nincs köze az eredeti sztorihoz, de játékmenetben is teljesen elütnek az elődeiktől, illetve hát nagyon sajnálom, hogy ezzel a két legújabb játékkal robban be a Call of Juarez név a köztudatba, mert ha valaki a két elődöt igazán ismeri, akkor teljesen más érzések jönnek elő belőle, ha meghallja a játék nevét. Minden esetre remélem, hogy bennetek is legalább olyan élményeket tud majd kelteni, mint amiket bennem tudott régen, és remélem, hogy akik pedig ismerik ezeket a játékokat, ismét végigjátsszák őket. Összességében úgy gondolom, hogy jóval több ez a játék, mint egy szimpla középkategória. A történetet egészen jól eltalálták, a fizika is eszméletlenre sikerült, és szerintem a gunfightra sem lehet panasz. Néha a pisztolypárbajok nehezek, de ezen kívül a játék soha nem unfair, és mindig biztosítja a megfelelő szórakozást. Mindenképp kötelező darab, nem csak a Western rajongóknak, de azoknak is, akik szeretik a jó történetű játékokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, most már nem leszek ennyire eltűnve, ezt megígérem. Nem sokára jön a Bound in Blood bemutatója, ahol fény derül a teljes történet le és a plot hole-okra is. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, nyomd meg a kis csengőt és jelezd egy lájkkal. Szép napot mindenkinek!